A székesfehérvári családok átmeneti otthona teljesen felszerelt, 5 személyes külső férőhellyel gazdagodott. A 34 millió forintból felújított lakás a belvárosban biztosít majd menedéket a rászorulóknak. A belügyminisztérium által kiírt program célja, hogy támogatást nyújtson a családsegítő intézményeknek, illetve fenntartóiknak külső férőhelyek kialakításában, vásárlásában, felújításában, ezzel segítve a családok integrálását, valamint kilépését az ellátásból. Fontos, hogy ez nem egy szociális bérlakás, hanem a kríziskezelő intézményünkön belül annak gyakorlatilag egy külső férőhelye, ahova a családok átmeneti otthonából fognak érkezni azok a rászoruló édesanyák gyermekekkel, akiknek ez már egy lehetőség a továbblépéshez, és azt segítik majd a szakemberek támogatásukkal, hogy ők az önálló életvitelre tudjanak szépen folyamatosan visszaállni, és aztán innen pedig menni tovább, akár egy szociális bérlakásba, akár pedig egy bérlakás bérlésére valahova. A hétfői átadón részt vett az egyes számú választókerület képviselője is, aki elmondta, minden segítséget szívesen fogadnak, hiszen sokan élnek nehéz körülmények között. Egy pályázati lehetőség keretében sikerült egy ilyen önkormányzati ingatlanba kialakítani ezt az egy lakást, de ez viszont mindent tud, tehát fel van szerelve mindennel, aki ide jön, annak nem sok gondja lesz, tényleg csak vigyázzon rá. Több kellene, de hát most ez a projekt erre az egyre adott lehetőséget. Nagyon bízunk benne, mert hát sajnos sok a várakozó. A beköltözőknek mindössze arra kell majd figyelniük, hogy amennyire csak lehetséges, takarékoskodjanak az energiával, és a lakás állapotát is megóvják. A lakók várhatóan január végén, február elején költözhetnek majd be új otthonukba.